Egyre több értékkel gazdagodik Kecskemét egykori szégyenfoltja, a homokbánya. Egyre színesebbé válik a folyamatosan tisztuló terület. Társasházak épülnek, de az oktatás nevelés sem állt meg az egyetem épületeinél. A Csodabogár Nappali Intézmény mellett elkészült a Katica bölcsöde, ahol 4 csoportba várják a 60 bölcsödést. Örülök neki, hogy a férőhelyeket is sikerült bővíteni a városban, így az a gyermekvállalási kedv, ami a családok esetében kialakult, azt tudjuk szolgálni és újabb férőhelyeket kialakítani. Az intézményben szeptember eleje óta folyik a beszoktatás, jelenleg 32 kisgyermek használja a rendkívül modern és különleges épület tereit. Széchény Balázsné bölcsödevezető elmondta, az épület kialakítása különleges, ugyanis nem a hagyományos bölcsödei formát követi, hanem már az óvodai elosztásra hajaz. Összesen 4 magas csoportszoba van az épületben. Minden csoportszobához külön fürdőszoba tartozik, amely tágas, kényelmes, és az, hogy szorosan kapcsolódik a csoportszobához, tehát napközben a gondozás, akármilyen fürdőszobai tevékenység van, nem szakad el a kisgyermeknevelő a csoportjától, ő is szemmel tudja tartani őket, meg a gyermekek is látják, hogy hova ment a kisgyermeknevelőjük, és mit csinál, és kivel van kint. A másik nagy előnye a szobáknak, hogy nagyon világosak. Kuriózuma pedig az, hogy kívülről Katica formája van az épületnek. Kristóf Attila, az épülettervező elmondta, gyermekkorában nagyon szerette a bogarakat, a katicákat, és kedves ötletnek tűnt, hogy a közösségi tér az épület csuklópontja egy katicára hasonlítson. Egy különleges mérnöki létesítményről van szó. Ez egy ellipszoid alakzatú tér, amit rétegragasztott tartókkal fettünk le, egy két helyű tetőfedéssel. Ez egy egész különleges, azt hiszem az évfedése pályázaton a harmadik helyet érte el, tehát különleges tetőfedése is van ennek a kis közösségi térnek. Szemereiné Pataki Klaudia a megnyitón elárulta, a katonatelepi bölcsödének is megvan a forrása, így hamarosan ott is kezdődhetnek a munkálatok.